A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jöstét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, az elmúlt évtizedekben talán nem kell annyira visszamennünk az időben, de az elmúlt évtizedekben minden bizonnyal emlékeznek rá a fehérvári könnyűzene rajongók, hogy fantasztikus koncertsorozatokkal teltek a nyarak, őszök, tavaszok. És hát a Covid járvány, a koronavírus járvány megakadályozta ezt, aztán most pedig a nehéz gazdasági helyzet, ugyanakkor egy valaki, aki Székesfehérvárhoz kötődik, minden ilyen koncerten ott volt a sztárparádó kellős közepén, és ez nem más, mint Csóka Péter, a gitár ura. Örülök, hogy itt vagy velünk, szervusz. Szervusz, Lajos, köszöntöm a nézőt. Bizony, hát ez emlékszem. Természetesen lesz itt szó Péli Barnáról, Mics Gergőről, Mujahid Zoliról, Tóth Veráról, Tóth Gabiról, de elsődlegesen tőled várjuk azt, hogy megtudjuk például az indítatást, hiszen erről nagyon keveset beszélünk, hogy miként választ valaki magának hivatást, amikor már gyermekfővel eldönti, hogy elindul egy úton. Nem is annyira gyermekfővel, de valóban még ilyen 13-4-5 éves koromban volt otthon a bátyám révén egy elég rossz állapotban lévő, és azt hiszem, hogy minimum egy húrt hiányoló hangszer, és azon próbálkoztam először a kordokat lefogni. Majd 17-18 éves koromban a gimnázium utolsó éveben, erre nagyon emlékszem, meghallottam Romhányi Áron barátomtól, őt se tudom kihagyni, mert egy osztálytársam volt a Vasvári Pál gimnáziumban, hogy ő jár egy bizonyos Polifón nevezetű zeneiskolába, ami akkor működött, Mohai Tomi, Vörös Tomiék által fémjelzett dolog volt, és hogy ott gitárt lehet tanulni, ő pedig zenekarat akart csinálni, úgyhogy én gitározzak, mert van otthon egy gitárom. És akkor így eljutottam 17-18 éves koromban a Mohai Tomihoz, és ott eltöltöttem, ha nem is túl sokat, 1-2 évet, mert akkor elmentem egyetemre. Ugye ez azért elég késői kezdés, és Pécsen egy angol bölcsészkart elvégeztem, ami alatt pedig megpróbáltam ugye a gitártudásomat felfejleszteni, hogy az egyetemi szint, akkor még főiskolai szintre eljussak a felvételin. Ami aztán mégis úgy sikerült, hogy amikor felvettek, már az egyetem befejezése után, akkor egy évet kellett volna halasztanom 2000-ben, viszont nekem akkor már terhes volt a feleségem, a kisfiammal, Csóka Csabával, aki azóta már 21 éves, úgyhogy így eldőlt, hogy nem azt végeztem el, hanem a Vörös Tomi féle lausmat, ilyen jazz konzervatóriumot. Ki volt a mestered? Hiszen nagyon sok mindenki kísérte ezt az utat, ezt nagyon is jól tudjuk, és azt gondolom, hogy méltán kell, hogy emlékezzünk rájuk, hiszen ezek fontos pillanatok voltak az életedben. Hangszerügyileg mindenféleképpen most is, mai napig, bár nagyon rég nem találkoztam vele, és megszakadt egy kicsit a kapcsolatunk, de Mohai Tomit tartom az elsődleges ilyen, akit közelről láthattam, hogy így és ilyen módon. Ugye minket még nem tudtak YouTube videókon felnevelni, de utána nem sok időt ugyan, de töltöttem. Bírtam, akinek nagyon sokat köszönhetek, mert mentem helyette. Tehát ő már kicsit érettebb fejjel, már hogy én voltam érettebb, úgy vett át a Lausmannban, és küldött maga helyet helyettesként sok helyre. De természetesen Vörös Tomi nevét most már harmadjára, de el kell, hogy mondjam, mert vele kezdtem el úgy játszani, hogy akár jazz triókban, akár a Big Bandben, Fehérvári Big Bandben. Tehát őket. És egyébként szegény Tornóczki Feri bácsit, aki nem olyan rég halt meg, ott egy fél évet, egy évet töltöttem még pont a jazz tanszakos felvételi előtt, és tőle nagyon sok ízt, time-ot tanultam el, ami jazz gitározást illeti. Mikor vált biztossá, hogy ez lesz az életed, természetesen a tanítás mellett? Tulajdonképpen félig meddig önző módon. Azért is választottam egy olyan szakot, hogy egy angol szakra megyek, hogy mellette gitározhassak.
De szerintem akkor a 17-18 éves koromban eldőlt. Én már akkor úgy szerettem volna csinálni, hogy ha lesz is egy fix szakmája az embernek, tehát ugye több lábon való állás, mintha előre tudtuk volna, de emellett mindenképpen a muzsikálás, a zene. És akkor már meg is voltak az első zenekarok, Kovács Tóniéka az első, Brian Sextet, aztán nem sokkal később megalakult az azóta is működő, idén épp 25 évet betöltő Coco Loco, és egyéb ilyen formáció. De nyilván a tanári hivatást azt nem hagytad abba sohasem, tehát ugye most is angolt tanítasz, igen. De ezek fontos pillanatok. Hogy fér meg a kettő egymással, hiszen nyilvánvaló, hogy van egy olyan időszak, általában a nyári időszak, amikor túl zsufolt koncertekkel teli az életed, de egyébként, ha normális időszakot nézünk, akkor ez máskor is így van. Hát egész pontosan így van, erről szegény feleségemet kellene megkérdezni, aki most már 22, 23 éve lassan küzd ezzel szegény, de hogy, és próbáljuk ugye kompromisszumokkal együtt, hát valahogy normális mederbe terelni ezen dolgokat, de valóban a tanítás azt engedi meg az embernek, hogy a nyár azért az lazább. Nem kell a munkával olyan sokat foglalkozni, mondhatni, vannak időszakok, amikor ugye egyáltalán nem, és akkor belefér az, hogy játszunk. Hát az iskolai év, az pedig ugye főleg, hát ezt az angol dolgot is ugye azért kezdtem el a diplomámat használni, mert azt a diplomámat, mert ez a konzervatóriumi papír már egy idő után nem volt elég sajnos, és én akkor nem tettem azt meg, hogy fizetős iskolába elvégzem úgy a főiskolai egyetemi, ezt a master, akármit, diplomát, hogy azzal taníthassak, hanem akkor előtérbe került az angol, és igazából az iskola mellett most egy lekek, hogy kopogjam elég jó mederben, de erre szoktam azt mondani, kicsit viccesen, kicsit azért magamban mindig elgondolkodva, hogy kint is vagyok, bent is vagyok, se ez, se az. Se nem zenész teljes egészében, se nem hétköznapi ember, mert azért ennyit nem mennek a hétköznapi emberek, és mondom, ennek azért leginkább, bár igyekszem megoldani, és tényleg normál kompromisszumokat találni, de azért a család látja kárát, főleg úgy, hogy a nyári programokban is a hétvégéket, azokat nem nagyon részesíthetjük erőnyben. Mert milyenek egyébként a bodajki mindennapok? Emlékszem rá, amikor az iskolát megalapították, akkor mindenki féltve nézett azokra a csemetékre, azokra a szülőkre, akik odaíratták be a gyerekeket, aztán kinőtte magát ez az intézmény, azt mondhatjuk, hiszen legendák tanítanak, és legendák végezték el ezt az iskolát. Ma már ott tartunk, hogy jószerivel, ha körülnézünk a magyar zenei palettán, akkor nem találunk olyan zenekart, akinek valamilyen szinten ne lett volna köze Bodajkhoz. Ez megerősítést jelent neked, független attól, hogy most ugye a zenével nem foglalkozol. Mindenképpen odat. Nagyon, például tényleg mindenféle irigység, önzés nélkül állítom és jelenthetem ki, hogy óriási dolog azt nézni, hogy az első évfolyamban még néha általam is tanított, mert a Mohai Tomi volt az ő gitártanárjuk, de helyettesítés jellege voltam velük többször, voltak, akik ugye zenekari gyakorlatokon találkoztam, de például most már a Fövenyi Máté és a Gotthard Misi a két gitártanár, nem a Mohai és a Csóka. Tehát a Kovács Dávid tanítja a basszusgitárt, aki szintén ebben az évfolyamban végzett. Tehát, hogy, és a zenekarokról, a Gudicsikrekről, meg sok ilyen diákról ne is beszéljünk. Úgyhogy szerintem szerencsés módon azért már le tudtuk azt vetkezni, hogy mégsem Fehérvár, hanem Bodajk, és ugye még egyel több út, hogyha valaki vidékről érkezik, de az eredmények magukért beszélnek, úgyhogy szerintem most már elindult megint felfelé, tehát lehet szűrni újfent, az idei felvételi ezt mutatta. Térjünk vissza a pályádra, mármint a zenei pályádra. Én azt vettem észre, hogy mindenki rád talált. Hogy megy ez a folyamat? Hiszen itt egy rövid felsorolást tettem, de ez vég nélkül folytatható lenne, és ráadásul olyan, azt mondom, hogy a magyar könnyűzenei kultúra ikonjai találtak meg téged. Hát még egyszer mondom, szerintem talán egy kis szerencse is, és a jóisten, én azt gondolom, hogy ezek nem véletlenek. Hát a történet az, hogy hogyan indult be ez az úgynevezett, ez ugye session zenészkedésként titulált történet. Épp
Épp a tegnapi napon beszélgettem egy barátommal, akinek ő szintén az édesapját most, ő akkor most vesztette el, tehát tegnap. Viszont én például életem első ilyen, hát idézőjelben nagyobb léptékű koncertjét, az pont aznap kellett, hogy lejátszam, amikor szegény édesapám elhunyt 2004. december 2-án. Ez volt egy Gáspár Laci koncert. Ahova úgy kerültem, hogy a Tóth Vera koncert előtte megvolt, tehát végül is akkor nem a legnagyobb, de hogy mégis egy akkor futó, ugye ők akkor voltak a megasztárma. A Verához úgy kerültem, hogy a Miki bírta, Miki nem ért rá a próbákra, és az első koncertre. Úgyhogy egyből én voltam a próba folyamatban, és én mentem az első nagy bulira. Ennek ugye akkor lett később jelentősége, amikor utána áthívtak ebbe a Gáspár Laci zenekarba is, ott is egyébként csak helyettesként, de mit ad Isten, 2 évvel később újra szervezték a Vera zenekarát, és ott akkor engem hívtak fel. És így keveredtem oda, és ugye akkor a Vera után jött a Gabi, aki most azért elsődlegesen inkább azt mondom, hogy ő van, de közte volt egy csodálatos időszak, amikor szegény Balázs Fecóval a végén mi voltunk a zenekar. Tehát mi voltunk a Balázs Fecó band, méghozzá azzal a négy fehérvári betyárral, akiket én raktam először a Vera mögé. Bérces Viktor, mindenki által ismert, Dr. Bérces, Kovács Gergő basszusgitáron, Potesz Balázs pedig dobon, és így kerültünk a Fecó mögé. És itt az utolsó időszakban ugye őt szegényt viszont tényleg a Covid vitt el. Óriási tervek voltak, és hát szóval nagyon sajnáljuk, mert mint ember is hiányzik, de a zenéje meg azt hiszem, hogy ő mindent visz. Tehát miként, ő a legnagyobb. Miként lehet ezeket a formációkat megtanulni? Nyilvánvaló, hogy a barátság ehhez kevés. A maga a stílus az mindenütt más. Tehát egyáltalán hogy zajlik egy próba folyamat? Hát az az igazság, hogy én azért szeretem azt mondani magamról, hogy zeneileg is minden evő vagyok, és nem szeretem ezeket a közhelyeket durogtatni, pufogtatni, de tényleg jó zene van és rossz zene van. Bár hozzáteszem, hogy körülbelül 15 éve csak a Bartók rádió tud szólni az én autómban, mert más nem nagyon tudok elviselni, ha rádióról van szó. Szegény család ennek is issza a levét, de hát a zenében ugyanez van. Tehát például volt tavaly előtt még pont az utolsó covidos fecós nyáron, hogy egyik nap egy Balázs Fecó rock koncertem volt, másnap pedig akkor is egyébként helyettesítettem ugyan, de a B.I.O.-val egy jazz nagy, ugye ők a Budapesti Jazz Orchestra egy nagy koncerten kellett énekeseket kísérve igazi jazz repertoárt játszani, és akkor éreztem azt, hogy na ezt szeretem. Tehát ez az, amikor ez is az is. És igazából a felkészülés az ugyanolyan. Én zsigerből azért természetesen a keményebb, rockosabb, bluesosabb vonalról jöttem, aztán megszerettem nagyon a jazzt, most is nagyon szeretem, és megvannak a kedvenceim, de tényleg nincs olyan zene, amire azt mondanám, hogy nem vagyok hajlandó eljátszani. Most éppen egy pestisik koncertre készülök, azt gyakoroltam, mielőtt ide érkeztem, és megint rájöttem, hogy a Lőrinc Szántám, aki szintén fehérvári, és a felesége Kis Kamilka, ez egy olyan zene, amit nem értem, hogy miért nem szeretnek sokkal többen, de ezt elmondhatnám bármelyik formációról. Ugye az ember van egy ilyen kifejezés, hogy jóra hallgatja, de ezek szerintem tényleg nagyon jó muzsikák. Születnek barátságok zenésztársak között? Hogyne. Hát ez a négyes, ez azóta is nagyon-nagyon rendben és egyben van, de például az előbb itt ugye említettem a Kovács Tóni Romhányi Áron által fémjelzett első zenekaromat, tehát a Brian Sextet, még ott is a Majoros Robi, Patolcsi Laci és Lackó Pisti az a hat velem együtt, akik így kiadjuk ezt. Nem mondom, hogy napi szinten járunk össze, ez természetesen nem igaz, de volt egy olyan próbálkozás, hogy felelevenítjük, és eszembe utána jött a Covid, de ezek tényleg olyan kapcsolatok az embernél. Hát az Áron azóta is nagyon-nagyon jó barátom, ugye ők a United, és rajta keresztül így a Péli Barnával, akit említettél. Egyébként ezen a pestisi koncerten pont, az akusztik koncert felvétel lesz, pont Péli Barna lesz a vendég. Tehát, hogy az egyik jött a másikból. De a zene az egy közös kapocs, biztos, hogy nagyon jó barátságokat találhat az ember. Fontosak ezek az utak, hiszen ugye olvastam itt, hogy a Douglas Adams Galaxis úti kalauz a kedvenc könyved. Az egyik, igen. És miként ugye most már Csaba és Zsombi mellett, ugye a feleségedet már említetted. Most már van Tamás.
most már van, Tamás, tehát kerek a világ ilyen értelemben. Elég kerek, igen. Tehát, hogy az biztos, hogy a fejem az nem olyan kipihent, mint amennyire lehetne, mert pont ezen nevettem talán, hogy eddig még, ugye 21 éve vagyok édesapa, mondjuk kicsit több, de hogy mindig volt egy kicsi. Tehát valahogy úgy osztottuk el őket, ugye, hogy most a jelen állás az úgy néz ki, hogy 21, 16 és 6, vagy hát már majdnem 7, de hogy ezek mindig úgy alakultak ki, ezek a dolgok, hogy de ez így szép. Úgyhogy majd nem tudom, hogy mit fogok csinálni, ha már Tomika nagy lesz, mert most egyelőre azért igen, csak lesz hű az energiánkat, de csodálatos mind a három. Néztem a kedvenceidet, ezt a felsorolást itt, hogy ugye a kedvenc külföldi előadód a Sting, hát ezen nem csodálkozom, igen. Mondjuk, de a Gimesen már egy kicsit igen. Szerintem ez egy olyan, egyébként annyi, hogy abban az időben, amikor ezt kitöltöttem, szerintem az a Kokolokó honlapjának az első ilyen, hát nem is tudom, mikori verziója lehetett. Abban az időben rengeteget hallgattam a Gimest, és nem fogom azt mondani, hogy nem szeretem őket. Nagyon szeretem továbbra is, csak mostanában például már nem nagyon hallgatok olyan. Tehát, hogy lehet, hogy szakbarbárság, de mindig azt próbálom csak hallgatni, amit éppen egyrészt vagy nagyon rá vagyok kattanva, és éjszakai YouTube-ozások által már csak ezek. Most éppen az Andy Timmons-t fedezem fel magamnak újra, egy zseniális gitárost, de mindig arra a műsorra koncentrálok, ami éppen jön. De például a Gimeshez is van kötődés, mert ott is lehet egy ilyen lehetőség, hogy a Gabival együtt, ugye a Szarka Tomi szeretne valamit, csináltak is egy ilyen musicalt. De igen, itt ez a Gimesh egy olyan korszak volt, amikor Tánc a hóban, meg az a lemez, az nagyon-nagyon bejött nekem. A Sting pedig örök, ő megmaradt, azóta vannak új nagy kedvencek egyébként, de most éppen voltam, ezt kaptam az karácsonyra Jézuskától, a feleségemmel mentünk Stinge. Ugye mi elmaradt, és most volt, úgyhogy nagyon jó volt. Tehát ott tartasz a pályádon, ahol eltervezted? Miként látod? Hát az ember biztos, hogy világsztár szeretett volna lenni 18 évesen, azt gondolta, hogy, de ha azt mondták volna, hogy ez így fog alakulni, pont 30 évvel később, ugye úgy most én még 48 vagyok már, de már nem sokáig, hogy akkor azt mondtam volna, hogy legyen. Azt például nagyon szerettem volna, hogy, és tényleg szívből mondom, hogy az emberi dolgok miatt, hogy a fecóval itt a végén több maradjon, mert egészségügyileg egyébként éppen rendbe jött a szívműtétjei minden egyéb után, és olyan energiával zenélt, és olyan tűzzel égett a színpadon, ami egyszerűen szerintem nem tanítható, de mindenki számára, fiatal, csitrik, tínik számára is példa, és egyszerűen egy, tehát nagyon szerethető, rettenetesen jó humorral rendelkező, és hát igazából nem szeretem túl sokszor azt mondani, hogy embertelen, de embertelen előadó, aki megírta a saját dalait, úgy elzongorázta, elorgonálta, ahogy kell, és úgy elénekelte, hogy azóta se tudja senki úgy. Tehát ezt a részét, de hát ezeket meg nem tudom befolyásolni, úgyhogy nem rágódom rajta, de én szerintem így azt mondanám, hogy rendben van. Egy kicsit többet kéne játszanunk, és akkor jobb lenne az élet. Igen, hát a legenda sors az már csak ilyen, bármennyire is közhely, hogy most ezt, amit mondtam. Ugyanakkor milyen jövőképed van? Milyen jövőképe lehet valakinek, aki tulajdonképpen egy kerek világot épített magának, akit mindenki tisztel, kedvel, szeret, hiszen a személyiségednél fogva, és ez nem azért, mert itt tűz, de nagyon is jól tudjuk, hogy egyáltalán volt valaha ellenséged? Biztos, mert szerintem lehet, hogy vannak azért olyan tulajdonságok, amik sokan így utólag hallom vissza, és tényleg utána is gondolkodom rajta, hogy lehet, hogy azért néha lobbanékony vagyok, maximalista egy kicsit, még ha ez nem is mindenben látszik sajnos, de azért sok mindenben igen. De valóban nem is az, hogy simulékony, mert ezt a szót most azért ugye eléggé negatív töltettel és ilyen pejoratív jelzőként használjuk, ha valaki simulékony, de a szó jó értelműbe véve szerintem alkalmazkodó és kompromisszumképes ember vagyok, és valószínűleg ezért tudtam oda keveredni, ahova mindig, mert legalább annyira az emberi kapcsolatokról szólnak ezek a dolgok. Úgyhogy a jövőben úgy gondolom, hogy hát az ember nem tervezhet nagyon-nagyon messzire, főleg így, hogy már láttuk, hogy húznak egy ilyet, és bármi lehet. De Tóth Gabival biztos, hogy nagyon hosszú távon tervezem, mert családbarát lettem szó szerint. Az egész családdal összejárunk.
A Verussal is most nagyon-nagyon jó a viszony Tóth Verával. Úgyhogy én velük nagyon hosszú távon terveznék. Ezzel a négyessel, akit kett az előbb említettem, most például elkezdtünk csak úgy magunkba, mindenki nélkül játszogatni. Fehérvári Hősök. Nem adtunk nevet, ABC során Bérces Csóka Kovács Potesz néven játszottunk már a közkedvelt percben, most megyünk majd a 123 vagy 1-2-3, nem tudom, a Faragó Peti új helye, a rockklubba, tehát ilyen irányú terveim vannak, ahol sajátokat is játszunk, ugye ez is nagyon fontos, hogy az ember, mert ez még elmaradt. Tehát például egy egyéni saját lemez, ugyan vannak dalok, de nem raktam még le soha. Tehát ezt lehet, hogy az elkövetkezendő egy-két évben megpróbálom meglépni. És milyen jövőképe lehet hazánkban a klasszikus könnyűzenének? Hiszen látjuk, hogy meg annyi stílus irányzat hódít, a fiatalok, a Z vagy Y generáció már teljesen másként gondolkodik, és azért, ha nézzük a koncertsorokat, amelyek azért most már szép lassan visszatérnek a nyárra, reméljük, úgyhogy van választási lehetőség bőségesen. Hát nem gondolnám, hogy én egy ilyen Y vagy Z generáció által közkedvelt zenekarba bár valaha is bekerülhetnék, és be szeretnék kerülni, ez is hozzátartozik, de ennek a generációnak, mint ahogy a Fecó féle, nem szeretném őt összehasonlítani, még egyszer mondom, szerintem ő, de akár csak Charlie. Tehát, hogy Horváth Charlie-val is nagyon sokat sikerült szerencsére játszani, és ők is azok a fajta örök és valóban örök zöld előadók, akiket több generáció is megszeret, megkedvel, illetve vannak üzenetek, amelyeket ha visz valaki, például a Gabinál is, akár ugye, hát a sárdobálás az könnyedén beindul bármilyen másnak szélsőségesnek tűlő dologra, de hát ha valakit már a vallása miatt dobálnak, akkor ott is baj van. És én azt gondolom, hogy legalább annyi embert nyert ezzel, mint ahány embernek ez a szemét szúrta, de én abban reménykedem, hogy akár ezzel a már említett pestisikkel, akár a két hölgyel, meg még akár a saját formációval is lehet majd találni olyan közönséget, feltéve, ha tényleg a rendes kerékvágásba végre visszatér minden. Mert most mit kívánjunk? Mit kívánjunk neked? Azon felül, hogy a töpörtyű is nőjön igen. Fel. Aki hát most az egészség az fontos, mert ugye nézők nem tudják, mi beszélgettünk kint. Nekem is van olyan jellegű dolog, amivel meg kell küzdenem. Ha nincs egészség, akkor nincsen sajnos semmi. Jókedv, nem szabad megijedni, nem kell félni. Szeretet, a család egészsége. Meg hát azért lehessen itt a tejbe aprítani, hogy tudjuk magunkat jól érezni. De a legfontosabb az a szeretet és az egészség. Én ezt kívánom. Meg jó napot kívánok. Így kerek a világ. A motiváció nem hiányozhat semmilyen értelemben belőlünk, belőled, belőlem, senkiből sem. Nos, hát én ezt kívánom neked. Köszönöm. És természetesen kívánom. Azt kívánom minden székesfehérvárinak, hogy talán már az idén egy kicsit felszabadultabban köszönhetjük ünnepeinket. És akkor egészen bizonyos vagyok benne, hogy teltház lesz, mint minden koncerteken. Köszönjük, és én is ezt kívánom. Péter, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, Csóka Péter volt a vendégem annak a tükrében, hogy ahogy a beszélgetést befejeztük, hogy ebben az esztendőben már talán személyesen is találkozhatunk velük a színpadon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. Viszont. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.